Sok nyelviskola került veszélybe az elmúlt hónapokban. Az intézmények az online vizsgáztatás lehetőségének biztosításával is próbálják életben tartani magukat. Üdvözlöm Önöket, erről a témáról is szó lesz mai adásunkban, előbb azonban nézzük, mivel készültünk még. Fejlesztések nyílt Csaholyban, 5 beruházás végére is pont került a napokban. Épül a Tisza túr tározó, nagy segítséget jelenthet árvíz idején. Jelentős visszaesés, egy év alatt közel 40%-kal csökkent a nyelvvizsgázók száma. Nem kevesebb, mint 5 fejlesztés sikerült a napokban lezárni Nyírcsaholyban. Ezek közül is talán a legfontosabb a 60 millió forintból megépült új termelői piac, amely fontos szerepet tölthet be a helyben megtermelt zöldség és gyümölcsáruk értékesítésében. Állami forrásból sikerült emellett fejleszteni a község óvodájának konyháját, a védőnői szolgálat pedig új műszaki berendezésekkel gazdagodott. Régóta várt beruházásokat sikerült megvalósítani az alig több mint 2000 lelket számláló Nyírcsaholyban. A község élve több Európai Uniós és hazai pályázati lehetőséggel összesen közel 110 millió forint értékben fejlesztette infrastruktúráját. Nagy nap ez Nyírcsaholyban, hiszen az elmúlt 4 év munkájának a gyümölcse ma érik be pontosan. 5 projektünket adjuk át. Egyik legnagyobb volumenű projektunk a nyírcsaholyi termelői piac létrehozása. Ez egy topos forrásból valósult meg, 60 millió forint értékben. 2 vidékfejlesztési program keretében átadott pályázatunk van, egyik a közétkeztetési szolgáltatás fejlesztése Nyírcsaholyban. Ennek kapcsán a konyhát újítottuk fel, ahol új gépészeti eszközöket, illetve új konyhatechnológiai eszközöket, gépeket vásároltunk a konyhára. Másik vidékfejlesztési pályázatunk kapcsán egy traktort vásároltunk árogású adapterrel. Ennek a célja a Nyírcsaholyban a bel- és külterületi földutak rendbetétele. Ugye Nyírcsaholy alapvetően mezőgazdasággal foglalkozik, sok őstermelő van itt, földtulajdonos, és ez nagyon fontos számunkra. Illetve 2 magyar falu program keretében valósult meg 2 pályázatunk. Egyik a védőnői eszközök beszerzése, itt közel 3 millió forint értékben vásároltuk, illetve fejlesztettük fel a védőnői eszközöket. Másik pályázatunk pedig a temető fejlesztése. Itt a 2 sírparcella között építettünk egy szép utat lépcsőkkel, hogy az idősek számára megkönnyítsük ugye a temetőbe, a temető látogatását, illetve új kegyeleti hűtőt vásároltunk, ez egy közel 5 millió forint értékben megvalósuló projektünk. Ahogyan az előbb említettem, Nyírcsaholy alapvetően mezőgazdasággal foglalkozik, nagyon sok őstermelő van, és azt gondolom, hogy ezeknek az értékeknek, ugye környező településeken is vannak piacok, de igyekeztünk egy olyan arculatát megmutatni ennek a piacnak, ami valóban egy kis falusias helyi piac itt Nyírcsaholyban. Vannak nagy városi piacok. Mi arra fordítottunk inkább gondot, hogy azok az emberek, akik itt élnek, és saját maguk által megtermelt egészséges, vagy akár bio gyümölcseket, zöldségeket hozzák el ide, hogy ezzel is elősegítsük az egészségtudatosságot is. Nem mellékesen, a gazdaságfejlesztés szempontjából ez nagyon fontos, nem csak települési szinten, azt gondolom, hogy a térség gazdaságfejlesztéséhez is hozzájárulunk ezzel. Üzemeltetési szempontból milyen napokon, hogyan tervezik a működtetését a piacnak? Kedden, csütörtökön és szombaton tervezzük a nyitvatartást, illetve a gazdasági épületünkben 2 helyiséget bérbe fogunk adni. Ezek a bérelt helyiségek természetesen hétfőtől péntekig nyitva lesznek. Nagyon vártuk már, hogy megvalósuljanak ezek a projektek, és szeretettel üdvözlik. Nagyon sajnálom, hogy most téli időszak jön majd a termelői piac szempontjából, de remélem, hogy ez nem lesz majd akadálya annak, hogy tudjunk itt akár a piac kapcsán a közösségi színterünket is fejleszteni. A magyar kormány számára is fontos, hogy a kisebb falvak népesség megtartó ereje fennmaradjon, mondta el a térség országgyűlési képviselője a múlt heti projekt átadó rendezvényen. Azt gondolom, hogy a nyírcsaholyak azt az érzést kell, hogy érezzék, hogy nincsen elfelejtve a vidék, nincsen elfelejtve Nyírcsaholy, hiszen Magyarország kormánya akár az Európai Uniós források tekintetében, akár a nemzeti források tekintetében a vidék életforma megtartását és a vidéki emberek életminőségének javítását tűzte ki célul. Konkrétan a település operatív program, amit a megyei önkormányzat menedzselésével a települések, illetve a településen élő civilek,
egyházak, vállalkozások is megpályázhattak különböző kulturális és egyéb akár gazdaságélénkítési programokban is. Mindegyik azt szolgált, hogy a vidéken foglalkoztatás, munkahely megtartás, akár új munkahelyek létrehozása, vagy egy új kerékpárúttal, egy új úttal, egy új intézménnyel, egy piaccal gazdagodva az itt élő emberek életminősége javuljon, és megpróbáljuk azt az életérzést visszaadni, ami régen jellemezte a vidéket, hogy büszkék voltunk rá, hogy vidéki emberek lehetünk, vidéken élhetünk. Az életminőséghez az is hozzátartozik, hogy minőségi árukat kell fogyasztani. Ha a piacra gondolok, akkor ugye most Nyírcsahogyban az egyik ilyen program éppen a TOB-ból, a települési operatív program, a piac átadása, ahol megjelenhetnek ezek az áruk, de azt gondolom, hogy megjelenhet az a fajta közösségi élmény is, ami az itteni pletykából, beszélgetésből adódik, jól érzik magukat az emberek, elmondják, elpanaszkodják egyik problémájukat a másiknak. Ez ugye a tavaszi Covid robbanás után megtorpant, hiszen tilos volt a piacokat használni, de mostani felfogás szerint Covid járvánnyal együtt kell élnünk, és azokat a biztonsági intézkedéseket, amely a maszkviselésre, a biztonsági távolságra, a fertőtlenítésre vonatkozik, mégiscsak teret enged az összejöveteleknek, a közösségi élményeknek, és azt gondolom, hogy ez jó dolog. Nagy teher került le az önkormányzat válláról, az egészségügyi alapellátás fejlesztéséhez ugyanis nem volt szükség önerőre. Szintén pályázati forrásból újult meg az a konyha, amelynek segítségével 300 nyírcsahói lakos közétkeztetését bonyolítják le nap mint nap. Védőnői eszközbeszerzése is sor került. Milyen eszközöket szereztek be? Szinte minden eszközt lecseréltünk a védőnői szolgálatnál, hiszen ennek az alapellátásnak a működtetése az önkormányzat kötelező feladata, és azt vettük figyelembe elsősorban, hogy az uniós előírásoknak megfeleljünk, hiszen úgy tudom, hogy nem sokára törvény és jogszabály lesz arról, hogy azok az eszközöket, amelyeket kötelező jelleggel beszerezni kell majd a védőnői szolgálatnak, ezeket az eszközöket mi már beszereztük. És mivel mi egy kis önkormányzat vagyunk, kicsi költségvetéssel, nekünk ez nagyon-nagyon fontos és nagyon sokat jelent, hogy akkor már majdnem a saját költségvetésünkből, hanem pályázati forrásból tudtuk ezt most megvalósítani. Az óvodánk intézménye a konyha, és nem csak az óvodás, illetve az iskolás gyerekek számára főzünk itt egészséges ételeket, és saját magunk által megtermelt nyersanyagokból, hiszen amit közfoglalkoztatásban megtermelünk, azt a helyi konyhán fel is használjuk, hanem az idősek szociális ellátásában is részt veszünk, és vendégebédelőink is vannak. Az emberek életminőségének az egészség is nagyon fontos része, vagy a legfontosabb része. Szokták volt mondani, egészség van, akkor minden van, vagy viccesen szokták mondani, egészség van, a többit meg megvesszük. Hát remélem, hogy minden többen elérjük ezt az állapotot, hogy így tudjunk élni egészségesen odafigyelve. Addig viszont a magyar kormány a közegészségügy biztosításával, akár a rendelők felújításával, akár a szolgálati lakások építésével, vagy a rendelőnek a berendezésének modernizálásával is hozzájárulhat az emberek életminőségének, jó érzésének, egészségéhez. Tehát minden beruházás gyakorlatilag egy ilyen vidéki szinergia, ami összefügg minden mindennel, és egymásba kapaszkodva megerősítik a vidéknek az infrastruktúrát, az itt élő emberek háttérszolgáltatását. Ehhez köszönetet kell kifejeznünk a polgármesterasszonynak és a képviselőtestületnek, hiszen fel kell ismerni egyrészt azt a lehetőséget, a célt, hogy mit szeretnénk csinálni, aztán ezt meg is kell valósítani. Millió köbméter víz tárolására lesz alkalmas a 35 milliárd forintos beruházás részeként épülő Tisza túrtározó, amely szükség esetén mintegy fél méterrel csökkentheti a Tisza árvíz szintjét. Az elmúlt napok esőzései egyébként kisebb vízszintemelkedést okoztak a folyó felső szakaszán, ami még segíthet is a fennálló vízhiányon. A stúdióban pedig az árvízvédelmi és folyógazdálkodási osztály vezetőt, a Feti Víziktől Dajka Istvánt köszöntöm. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Beszéljünk erről a hatalmas beruházásra, hiszen 35 milliárd forint azért nem kis összeg, és ennek ugye fő eleme a Tisza túrtározó, de még sok másik eleme is van. Kicsit foglaljuk össze számokba, hogy mi jellemzi ezt az új tározót, méretében ez mihez hasonlítható, mihez fogható? Az összetettsége az érdekes, és az, hogy nem csak árvíz szint a pasztására való, hanem a vizek vízpótlása, a vizek hasznosítására is sokkal jobban alkalmasá tehető, és alkalmas lesz, mint a megépült eddigi tározók. Tehát
Nyilván egy tározóhoz töltések kellenek, hiszen ez határolja ezt a 42 millió köbmétert, mondjuk 2,6 méter az átlag mélysége. 18 kilométer hosszú töltés kell hozzá, a túltöltését is fejlesztik egyúttal, a túljapati töltést, az a 7 kilométer, illetve 11 műtárgy kerül bele, 17 négyzetkilométer a területe a tározónak, csatornarendszer, ami a főbb csatornák is rekonstrukcióra kerülnek, ami a területen található, ez közel 47 kilométer, és 5,5 új csatorna is épül, ez azt szolgálja, hogy belvíz esetén sokkal jobb legyen a vízelvezetés, illetve ha vízhiány van, akkor lehessen a sok vízkormányzó zsilip vagy fenék küszöb is lesz, amelyen vízmegtartást is szolgálja. És ami a szenzációs, és én árvizes vagyok, de én is azt mondom, hogy az a vízkivételi mű, az az 1 köbméterben másodperc kapacitású szivattyútelep is megépül a Tisza mellett, amivel kis vizekkor, tehát a Tisza legkisebb vízállásánál is lehet ezt a vízmennyiséget folyamatosan éjjel-nappal biztosítani. A napelempark, amelyik azért épülő, egy naperőmű gyakorlatilag, amivel így a nap energiáját termeli meg nekünk, és így nem kerül semmibe gyakorlatilag, az üzemeltetésen ez nagyon kedvező. Tehát ezzel a holtmedreket, ha öntözésre vagy bármilyen visszhasználható mód van, biztosítható a víz, megtartható a víz, és nyilván, ha jön az árvíz, akkor apasztani is tudunk azzal a nagy műtárgyal, ami Tiszabecs és Milotta között épül meg, több mint 800 köbméter per másodperces kapacitású hosszú műtárgy. Van egy leürítő zsilipje is a túr felé, ez már sokkal kisebb kapacitású, de 2-3 hét alatt leüríthető lesz a tározó. Fél méterrel csökkenteti a Tisza vízszintjét, ugye hangzott el a felkomban. Ez tulajdonképpen mekkora mérték? Mi azért, akik ez annyira nem értünk, mennyit jelent árvíz idején ez a fél méteres szintkülönbség? Igen, ezek, tehát az 50 cm az már jelentős, mondhatni, hogy mi az, mikor 10 métert árad a Tisza 2-3 nap alatt, akkor ez az 50 centi. Igen, ám csak, hogy ez az az 50 centi, ami aki már védekezett, az tudja, hogy ott már a deciméterek is számítanak, tehát egy sor zsákot kell még pakolni a töltésre, vagy nem kell, az csak 15 centi körül van. Tehát, hogy hány sor zsák, illetve mennyit kell még pakolni, most ezt nem kell majd rátenni a töltésre, hanem ezt mi ezzel kivesszük, és nem a töltés tetejéről vesszük el a vizet, hiszen már a töltés maga is fejlesztésre került az elmúlt évben, hanem csak olyan mértékig terhelhető lesz a meglévő elsőrendű töltés, a Tisza töltésre, hogy az könnyen megbírkózzon az a nagy vízzel, ami még eddig soha nem volt. A 2001-es árvízszint igaz, itt a legnagyobb, tehát annál 2 méterre magasabb vízzel is képes ez a gátrendszer megküzdeni, és a tározó pluszban még besegít ebbe. Tehát ez jelentős mértékű apasztást jelent. Hanyadik hasonló tározó ez itt a térségben, hiszen több ilyen is van már, és segít árvíz esetén, ez hanyadik? Igen, itt a Feti vízik területén ez a harmadik, a Szamoskraszna a Belegi után, de a Cigányi tározó is hatással van a megyei töltésrendszerre, még ha a jobb parton a Bodrog közbe épült is meg, tehát ez a negyedik tározó a térségben. És mikorra lehet kész? 2022 májusáig kell a fizikaira befejezni a munkát, tehát 2022 év elején lesz kész. Most egyébként úgy tűnik, hogy a tervek szerint haladnak a munkálatok? Hát mondhatni, nyilván minden esőzés kicsit lassíthatja a munkát, engedélyezések folytak az anyanyerőhelyek tekintetében, voltak változások jogszabályban, amit az engedélyezésben újra kell játszani, illetve hát. De mondhatni azt, hogy nagyjából az ütemterv szerint halad, jó minőségbe épül, azt azért kimerem mondani, mert rendszeresen járunk ki és szakfelügyeletet biztosítjuk, ugyanezt mondják a műszaki ellenőrök is,
És hát ezzel még nincs vége nyilván a fejlesztéseknek, mert az nem is tudom, hogy mikor lesz egyáltalán vége. Ezekre rá is térünk majd a beszélgetés végén. Maradjunk még kicsit az árvízhelyzetnél, ez azért hatalmas segítséget nyújthat, mint ahogy ön is mondta majd árvíz idején. Mik azok a állandó, évről évre megtörténő munkák a Feti vízik területén, amik szintén azt szolgálják, hogy árvíz ellen sikerüljön védekezni adott esetben? Nyilvánvalóan a fenntartás munkákat végezni kell, rendszeresen meglévő műveket ápolni kell, üzemeltetni, ez nagyon fontos. A vízzel gazdálkodni kell, ha árvíz jön, mint ahogy júniusban is volt, hirtelen kialakulott nagy csapadék, akkor nem jött jelentős elsőfokú készültség volt, de az a víztömeg, ami akkor jött, 5 millió köbmétert sikerült betározni a vízrendszerbe, a tározókba, belvíz csatornákba, berekben, a Tisza-Szamos közben, a Szamos-Kraszna közben, a Rétközi tóba, és ez nyilván egy asszályos időszakban nagyon nagy dolog. Árvízvédelmi szempontból, tehát a töltésfejlesztés az egyik legfontosabb a mi térségünkben, hiszen gyorsan itt lehet a víz, és nincs idő, nem sok idő van pontosabban kivezényelni az embereket, az anyagot, és beépíteni a töltés magasítást. Tehát a fejlesztéseknél pedig fontos, hogy az a komplexitás, hogy ne csak az árvizet gondoljunk, hanem a kisvizes időszakra is. Ez az év átlagosnál csapadékosabb eddig, furcsa módon, de egyetlen az eloszlása a csapadékoknak, és ez okozza azt, hogy mégis a száj volt, október 8-áig fenntartva asszály helyzet volt, igaz, nem régenben, amiből az árhullám is jött itt legutóbb, a múlt héten abból azt szüntette meg az asszály helyzetet, és remélhetőleg most már letisztul a helyzet. Asszály tehát nincs, de akkor gondolom árvizet sem okoznak ezek az esőzések, amiket az elmúlt napokban is tapasztalhattunk. Nem, árhullám az volt, hiszen 2 méteres árhullám is kialakulhat, de hát az nem árvíz, az árvíz, amikor kilép a medvéből a folyó, vagyis eléri a töltés lábát, elrendeljük az elsőfokú készültséget. Tehát ez árhullámot okoz, de most lent vannak a vizek, a Tisza, a mellékfolyói, ugyan a legkisebb vízállás fölött, de nem sokkal újra lent vannak, tehát egy nagy esőzés sem okoz most nagy árvizet. És akkor, ha jól értem, az egyenetlen csapadék eloszlás is az árvíz helyzetet súlyosbíthatja adott esetben, tehát az, hogy nem egyenletesen esik le a csapadék, hanem egyszerre zúdul le minden, akkor az hirtelen alakíthat ki árvizet? Igen, ez az egyik, hát úgy mondjam, szerencsétlen eset, amikor ez következik be, hogy egy ciklon ontja a vizet, az esőt, és az hirtelen zúdul a vízgyűjtőre, és hát külföldről érkezik, Dombvidékről, gyorsan itt van, ilyen volt 2001-ben is, nyilván nem egy hullámba jött a csapadék, 3 hullám érkezett, de ezek összeadódtak, és gyorsan kialakult egy nagy árhullám a térségünkbe. Ilyen lehet, 98-as nagy novemberi árvíz, ez is ősszel volt, és abból is, az már több árhullám, a második árhullám hozta a nagy vizet. Igen, az a válaszom, hogy kialakulhat nagy árvíz egy nagy csapadékból. A június is, egyébként az idei június is így indult, csak a Kárpátok túloldalán esett a sok eső, és csak kevés itt nálunk, és ezért csak első fok lett. Hát ilyen téren pedig a meteorológusok nem feltétlenül sok jót jósolnak csapadék eloszlás terén, és hogyha már jövőnél járunk, említett ön is, hogy azért tervek és újabb projektek mindig vannak terítéken a Feti víziknél, melyek most azok a közeljövőben, amik megvalósulhatnak itt a térségben? Igen, projektek lesznek, a környezeti és energiaügyi program maradvány összegével a következő 40 kilométeres töltést, tehát a Tisza jobb és bal partján, a Túr-Torkalattól Gulácsig, illetve Kisarig épül meg az a hiányzó töltés szakasz, amelyik a legutóbbi időkben kimaradt a fejlesztésből, illetve a Túr jobb és bal parti töltései az alsó 11 kilométeren fognak megépülni. Ez a projekt ennek a
tervezésére, a tenderterv elkészítésére, előkészítésére van soron. Talán még az idén a támogatási szerződés alá lesz írva, és majd a következő ciklusban, a következő pénzügyi ciklusban egy új projektben fog az építés megkezdődni, és várhatóan 2027-ig be is fejeződik. Akkor a további munkákhoz sok sikert kívánunk. A Feti Víziknek köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Egy év alatt jelentősen közel 40%-kal csökkent a nyelvvizsgázók száma a koronavírus járvány következtében. Ezzel párhuzamosan a tanfolyamokra jelentkezők száma is visszaesett. Bár a nyelviskolák nagy része megteremtette az online vizsgáztatás feltételeit, a tantermi oktatás létszám csökkentése miatt sok intézmény került nehéz helyzetbe az elmúlt hónapokban. Amíg a tavalyi év végéig 124 ezeren, idén eddig csupán 56 ezeren tettek államilag elismert nyelvvizsgát Magyarországon. Ugyan még 2,5 hónap hátra van az évből, az már most világosan látszik, hogy a 2019-es adatokat még megközelíteni sem sikerül ebben az évben. A visszaesés okairól az Országos Nyelvoktatási és Vizsgáztatási Szakmai Egyesület elnöke beszélt televíziónknak. Az év első 7 hónapjában, július végéig, augusztus elejéig hozzávetőleg 40%-kal csökkent a nyelvvizsgázók száma az előző évhez képest, és akkor rögtön hozzátehetjük, hogy az előző év egy csekély néhány százalékos, de szintén csökkenés mutatott azt megelőző évhez képest. A nyelvtanulók számáról nincsen ilyen napra kész, vagy legalábbis hónapra kész konkrét információ, de a tapasztalataink azt mutatják, hogy ezek nagyjából némi csúszással, de nagyjából a nyelvvizsgázók számával hasonló arányokat mutatnak, és a nyelviskolák tájáról érkező hírek is ezt támasztják alá. Tehát drámaian nagy visszaesés van mind a nyelvtanulásban, mind a nyelvvizsgázók számában. Emögött nyilvánvalóan ott van a járványhelyzet és annak az elhúzódó hatásai, tehát volt egy hatalmas kiesés a vizsgázók között a március-április hónapokban, sőt ez még május első felére is kiterjedt. Ezt követően ugye elindult a vizsgáztatás, először nagyon visszafogottan az online otthoni nyelvvizsgákkal, majd júliustól jelentek meg ismét jelentős számban elérhetőként a hagyományos nyelvvizsgák. Most ősszel éppen a fordított folyamatot látjuk, miközben még lehet vizsgázni tantermekben hagyományos módon. A legtöbb városban, de egyre több településen okoz problémát az iskolákban való bejutása, termekbiztosítása. Ezzel párhuzamosan ismét megjelenik e hónap közepétől az online vizsgáztatás. De ez nyilvánvalóan nem megoldás mindenkinek, tehát a járványhelyzet önmagában magyarázza egy részét ennek a visszaesésnek. De a sokkal súlyosabb, jelentősebb része úgy látjuk, hogy az kormányzati intézkedésekből adódik. Ugye a járványhelyzethez kötötték a diploma nyelvvizsga kötelezettséget, azt, hogy ugye az egyetem befejezése után a diplomát csak akkor lehet megszerezni, akkor adják ki, hogyha középfokú nyelvtudással rendelkezik a volt hallgató, és ezt nyelvvizsgán igazolja, ezt eltörölték a múltra vonatkozóan, egy közel 100 000-es, nagyon nagy duzzadt tömeg számára szüntették meg ezt a követelményt egy tolvonással, illetve kevésbé érthető módon az idén végzettek számára is, hát akiknek ugye, mikor ez a rendelet megjelent, már akkor volt lehetősége, lett volna lehetősége nyelvvizsgát tenni. Ezzel egy nagyon nagy tömeg esett ki a last minute nyelvtanulók és nyelvvizsgázók közül, de egy további fontos tényező volt a felvételizők számának a csökkenése. Idén tavasszal azt láttuk, hogy 20%-kal kevesebben felvételiztek állami finanszírozású képzésre, mint az előző évben, és megint csak ugye egy csökkenő trendet láttunk az elmúlt években. Ez a csökkenés egy hatalmas lépéssel tovább erősödött. Nos, hát miután a felvételinél nyilvánvalóan a pluszpontokhoz szükség van a nyelvvizsgára, a nyelvtudásra és a nyelvtanulásra, ez érezhetően visszavetette a nyelvtanulók számát is. Ezek a tényezők együtt vezettek, úgy látjuk, egy jelentős csökkenésre. A veszélyhelyzetben hozott intézkedésnek köszönhetően szeptember végéig már több mint 110 ezeren vették át diplomájukat akkreditált nyelvvizsga nélkül. Kíváncsiak voltunk arra, hogy a munkaerőpiacon hosszú távon mekkora hátrányt jelenthet az idegen nyelv ismeret hiánya. Nagyon fontos azt látni, hogy ebben a korban, amikor középiskolából egyetemre lépünk, akkor az egyetemi tanulmányokat elvégzi a fiatal,
akkor ő a napi kihívásoknak, kényszereknek felel meg, azt a vizsgát teszi le, amit kötelezően előírnak neki, azzal foglalkozik, amivel a következő heti követelmények miatt muszáj, és így ebben masszívan háttérbe szorul az idegen nyelvtudás, ami egyértelműen fogja megbosszulni magát néhány éven belül, azt követően, hogy kijött az iskolapadból, azt követően, hogy megkapta valamilyen diplomáját, hiszen felsőfokú végzettségű, magas színvonalú munkát ma tartósan úgy végezni, hogy idegen nyelvű szakirodalomban nem tud tájékozódni, úgyhogy nem tud külföldiekkel praktikus, a szakmához kapcsolódó kapcsolatot létesíteni. Nyilvánvalóan nem tud ezzel, nem tudja magát megalapozni, nem tud a szakmában úgy előrelépni, fejlődni, mintha legalább ezek az alapok minimálisan meg lennének. Tehát ez egy 10-15 évre elhúzódó negatív hatást jelent, azt gondolom, a munkaerő mobilitása, a rugalmasságunk, önképzési képességünk, alkalmazkodási képességünk terén. A járványhelyzet berobbanását követően az intézményeknek gyorsan kellett alkalmazkodniuk a megváltozott körülményekhez. Ez a tapasztalatok alapján hatékonyan működött, és ugyan vannak még megoldásra váró feladatok, az online nyelvvizsgáztatás hosszú távon is kivitelezhető lehet. A nyelviskolák rendkívül gyorsan és jelentős számban eredményesen jól álltak át a kínálatukba arra, hogy a diák szabadon tudjon választani a egészségügyi, járványügyi értelemben abszolút biztonságos otthonról végzett oktatás, bekapcsolódó oktatás, és amint lehetővé vált ismét a tantermi oktatás között, jelenleg is megvan ez a kettős kínálat. Ugye itt látni kell azt, hogy ezek az iskolák valamivel könnyebben, gyorsabban mozognak, mint a közoktatás, az itt dolgozók is általában valamivel rugalmasabban tudnak hozzáállni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy azért az itteni eredmények lényeges túlmutattak azon, amit sajnos a közoktatásban láttunk, hogy úgymond vették idézőjelben a digitális oktatásra való átállást, de ez a közoktatási intézmények egy töredékében jelentette azt, hogy ténylegesen hatékony színvonalas oktatást tudtak nyújtani. Sajnos a tanulók nagyon-nagyon nagy része számára ez azt jelentette, hogy e-mailen kapott feladatlapokat, amiket nyomtasson ki, otthon töltsen ki és küldje vissza. A magánintézményekben ez lényegesen rugalmasabban ment. A nyelvvizsgáztatás során az óriási kihívás az volt, hogy ugyanolyan vizsgabiztonságot nyújtani a távoli fizikai jelenléttel nem ellenőrzött vizsgák során, mint a tantermi vizsgák során, hiszen a papírnak ugyanolyan értékűnek kell lenni. Ezt írdésmond körülbelül 4 hét alatt tudta megvalósítani az a néhány vizsgaközpont, aki már rendelkezett számítógépes vizsgáztatási rendszerrel, és erre jogosítványt kapott. De most a jó hír az, hogy az őszi időszakra mostantól egy a korábbi tapasztalatok alapján szigorúbb követelményekkel, jobban körülírt akkreditációs rendszerben engedélyezik ezeket az online, távoli, otthoni vizsgákat. Mi úgy látjuk, hogy ez teljes mértékben alternatívája tud lenni a hagyományos vizsgának, és ennek valószínűleg a jelentősége túl fog mutatni a nyelvvizsgák terén, mert az a technológia, azok a technológiai megoldások, amivel itt biztosítani tudják a vizsgák ellenőrzöttségét, hitelességét, az nyilvánvalóan más vizsgahelyzetben is alkalmazható lesz. Ezt a következő hónapoknak kell megmutatni. Azt azért még fontos hozzátenni, hogy ezek a vizsgák azonban nem mindenkinek fekszenek. Tehát azért ezek feltételezik azt, hogy a tanuló képes arra, hogy viszonylag magabiztosan, magabiztos felhasználóként hatékonyan jól használja a számítógépét. Ha problémába ütközik, ugye egy szoftvert kell telepíteni, és itt tovább, ha problémához közül, akkor ezt meg tudja fogalmazni. Ezeknek a vizsgaközpontoknak természetesen állandó, folyamatos, élő segítséget kell nyújtani, hogy ezeket kezeljék. De a tavasz azt mutatta, hogy még egy ilyen nagyon rapid megoldás esetében is alapvetően működő, leküzdhető problémákkal jelentkező rendszer volt, tehát ez úgy tűnik, hogy hosszú távon is alternatívája lesz a sokan beülnek egy teremben és tesztet írnak szituáció számára. Eddig tartott ma 35 perc című műsorunk, amelyben legközelebb hétfőn várjuk Önöket friss adással. Mára megköszönjük figyelmüket, további szép estét, jó tévézést kívánunk, viszontlátásra!